ide sorba álltok gyerekek, és akkor én meg ide lepakolok. A Honvéd Szondi Sportegyesület triatlon szakosztályának növendékei nem érkeztek üres kézzel a Freemia Cup képességfejlesztő szakosított otthonba. Karácsony közelettével a szakosztály vezető Takács Péter felhívására ajándékokat hoztak a gondozóknak és a gondozottaknak egyaránt. Csokikat, teát, mézet és süteményeket rejtettek a dobozok. Szeretnénk kifejezni a köszönetünket azoknak, akiknek adományt adunk a munkájukért ebben a vészterhes időszakban. Olyan emberekkel, olyan gyerekekkel foglalkoznak itt az intézetben, akik halmozottan hátrányosak, és mi úgy gondoltuk, a sportot művelő egészséges emberek, hogy ennyivel tartozunk a dolgozóknak, ennyivel tartozunk az ápolóknak és gyerekeknek, hogy kívánjunk részére áldott boldog karácsonyt és békés boldog új esztendőt. Az otthon dolgozói és gondozottjai is örömmel fogadták az ajándékokat. Az adományért az önkormányzat nevében pedig Mészáros Attila alpolgármester mondott köszönetet a sportegyesületnek. A karácsonyt 12 ellátott és váltott műszakokban jó pár gondozó tölti majd a Freemia Cup képességfejlesztő szakosított otthonban. Itt mindig meghitten telik. Ez, ahogy szoktuk mondani, ez a nyugalom, a béke szigete, és ugye itt a dolgozók igazából sajátjuknak érzik az ellátottakat, teljes szeretettel, törődéssel fordulnak feléjük. Ezek a képek pedig már a mentőállomásnál készültek. Az ajándékokból ugyanis nem csak a képességfejlesztő otthon lakóinak, a mentőknek is jutott. Így szebbé téve azoknak a karácsonyát, akik az ünnepek alatt is az állomáson teljesítenek majd szolgálatot.